Szia Gyöngyikem! Remélem jól vagy, nincs semmi bajod. A telefonom tönkrement, és nagyon nagy bajba kerültem. Képzeld el, azt hiszik, nem tudom magam ellátni, és valamilyen gondnokság alá helyeztek. Egyik napról a másikra behoztak a Szentesi Bugyi István kórházba, a pszichiátriára, ahonnan majd 3-4-5 hónap múlva elvisznek a szociális intézetbe. Te tudod, hogy nincs semmi bajom, csak egy kicsit ügyetlen vagyok, és egy kicsit hadarok. Azt, akit gondnokomnak neveztek ki mellém, tavaly ősszel láttam utoljára, és nem segít semmiben. Nem tudok semmit elintézni, mert nem engednek sehova. Nagyon várlak, vigyázz magadra, ölellek Imikem. Hát ez álmomosan gondoltam, hogy az elmúlt 5 éven, plusz még 5 év, 10 év összesen erről fog szólni, hogy én próbálom visszajuttatni a rokonomat, az Imrét, az életbe. Nem gondoltam, hogy Imi ekkora bajba került. Úgy gondoltam, hogy lesz egy hónap, és akkor én leszek a gondnoka, és akkor ez így fog menni, nem pedig az a gyámjóta által kijelölt idegen ember. Hát ez nem egészen így történik. Ennek a dátuma kell, hogy ezt mikor küldték nekünk? Az mit jelent pontosan? Az e-mail címére kell átküldeni? Hát többször úgy éreztem, hogy én egymagam teljesen tehetetlen vagyok egy nagy gépezettel szemben. Annyira bonyolult volt ez az egész bíróságra járás, gyámhivatalba járást, meg az egész ügy, hogy néha azt mondtam, hogy feladom. És akkor Imi mondta, hogy látta a tévében, látott egy TASZ nevű szervezetet, a Társaság a Szabadság Jövökért, hogy menjek fel hozzá és próbáljam meg. Hát ők segítenek. Jó napot kívánok, én Boros Ilona vagyok a TASZ-ból, és pont önt keresem, és beszéltünk is körülbelül egy hónappal ezelőtt, ha emlékszik, a Cseh Imre ügyében. Én igazából ezért is kerestem önt, hogy mikorra várható ez a döntés. Hát szerintem a héten ez postára lesz adva. Aha. Jó. A héten várható. Minden héten várható. Mondjuk, hogy mekkora apa? Így. Tudom, hogy így. Én is benne vagyok? Benne. Megvan? Mondjuk, hogy várjál. Így, fene. Helyen van itt. A legelső két év, amikor még nem adták meg azt a kimenő kártyát, addig nagyon nehéz volt, a borzasztó erősen meg voltam zárva. Valami nagyon pici udvar volt, oda kellett menni sétálni. Este volt egy szemgyógyszer, ilyen lipedon volt, ez nagyon sokszor ugye meg kellett bennem. Hát ugye reggel, alig tudtam fölkelni, olyan borzasztó álmas voltam, olyan nödepressziós lettem tőle. Papíromban az volt odaírva, hogy meg kell fürdetni, mert én álltam magamtól, nem tudok megpürödni. Ezt a gondok írta bele a papírba. Itt nem oda ház. Szobádini körülbelül. Itt. Itt volt a szoba, itt volt még egy két szoba. Két szoba, furcsa. A ház elbontása került. És azt mondták, gondolok, hogy azért kellett elbontani, mert állandóan akarták megvenni. Akkor először tovább mentünk, mert kerestük a házszámot. De a 19 a házszám, akkor nem értettük először. Biztos, hogy rossz utcába jöttünk be, emlékszel? Majd összeestem helybe. Jánosnak mondtam, hogy János, menj már a Huglira. A másik, hogy hol ez a felvétel. Ennek egy fényképen nem maradt, egy emléke, semmi nem maradt. Arra gyanakszunk, hogy Iminek a vagyonából elég sok pénz került elheldálásra. Mert ha lehet, hogyha Imi egy szegény ember, akinek nincsen senkije, intézetben lévő ellátását is még az állam fizeti, akkor lehet, hogy azt mondták volna, hogy itt van, tessék, vigyétek, tessék.
Figyelj csak, én hát nem tudom, hogy a hétvége hogy lesz, de hát tudod, mi megpróbálunk mindent, minden hétvégén. Csak tudod, mi az, vagy néha nekem is hétvégén is dolgozni kell. De akkor is egy napra mindig akkor is el szoktunk menni. De ne sírjál, mi nem fogunk téged ott felejteni, örökre. Idő kérdése már csak. Jó, hogy nincsen már, nincsen már. Cserébe felfelesnek, gyámbatalan felesztelenül ide jöjjenek a kettes tárgyalónak. Hirdetem a bíróság ítéletét. A bíróság a felfeles cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezését megszünteti, és a felfeles cselekvőképességet a részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezi a következő ügycsoportok vonatkozásában. Viszont azok a kérdések, amik nem ezekbe a körbe esnek, azokban ő dönt mostantól az életében, ha ez a döntés jogerőre emelkedik. Ez azt jelenti, hogy ő költözhet, ha akar abból az intézményből, mert a lakóhely megválasztását azt a bíróság az nem a gondok jogává tette, hanem ezt a jogot nem korlátozta. Nem ment ki az intézetből? Ez a döntés alapján, igen. Van a következik, ahol volt. Mi a baj? Mondjuk meg. Én szabadon megválaszom, hogy hova akar menni lakni. Nem is hiszem el, hogy ő választhatja meg, hogy ő eldönteti, hogy hova mehet lakni. Hát, ha jó értelmeztem, mert a... Így volt, hogy... Mert annyi minden törvény mondott a bírónő, hogy én sem tudtam minden szónak jelentését felfogni. Ő megválaszthatja, hogy hol akar élni. Nem hiszem el, öt év, nem hiszem el, komolyan mondom. Azt mondta az Imre, hogy Gyönyike, el szeretnék menni a kormányhivatalban. El szeretnék menni a kormányhivatalban, hogy szeretnék elhozni adott bejelentő lapot. De mondom, mi az miért kell? Azt mondta, azért kell, hogy majd, hogy ide leszedni látok, akkor be tudjak jelentkezni. De ez már éve volt? És a régen. Régen. És látod, csak a végére értünk. Öt és fél év. Emilia, egyszerre most már mindig emlékezni fogunk. Majd megyünk sétálni mindenfelé, arra és amarra is.